Csillogó ruhák, kiegészítők, látványos előadás ezeken a korábbi felvételeken. A Pécsi Egyetem táncosainak előadását díjazták az egyetemek cheerleading világbajnokságán is Splitben augusztus 4-én. Mi ugye a hip-hop csapatban és duóban voltunk érintettek, a hip-hop csapat harmadik helyezést ért el, a duó pedig hatodik helyen végzett, úgyhogy az első három ázsiai versenyző volt, utána ausztrál, és aztán egy horvát, és utána következett a magyar dúó. Úgyhogy nagyon-nagyon büszkék vagyunk mind a két eredményre. És ez egy nagyon érdekes szerkesztésű verseny volt, ugyanis három nap alatt háromszor kellett eltáncolnunk a gyakorlatokat minden csapatnak, és így jött ki a végső eredmény, a végső sorrend. Minden nap egyre magasabb pontszámot értek el, kétszer is javítani tudtak. Így született meg végül ez a remek eredmény, mondja a versenyről a válogatott szakmai vezetője. A VB-n a magyar egyetemi csapat többségét pécsi hallgatók alkották. A Pécsi Tudományegyetemről 16 hallgató, a Szegedi Tudományegyetemről 1 hallgató, illetve a Magyar Táncművészeti Egyetem frissen végzett, mert még aki egy éven belül végez, ők is részt vehetnek. Tehát így 18-an alkották a hip-hop csapatot, illetve ezen kívül hip-hop duóban is indultunk. Ez pedig a Pécsi Tudományegyetem két hallgatója volt, Zab Johanna és Tóth Petra. A dúó a hazai egyetemi bajnokságot nyerte meg, így vehettek részt a világbajnokságon. Legtöbbször amerikai sporteseményeken vagy éppen filmekben látni szurkolói tánccsoportokat, akik lelkesen buzdítják a csapatokat. A VB-n is jellemző volt ez a mentalitás. Egy nagyon jó hangulatú, nagyszerűen szervezett eseményről beszélünk, egymásnak szurkoltak a csapatok, tehát tényleg ugye a csír, a szurkolás, buzdítás szóból ered, úgyhogy ezt maximálisan teljesítette mindenki. Ázsiából Kína, Japán, Tajvan volt itt, akkor az Amerikai Egyesült Államok és Kanada, aztán Ausztráliából is volt csapat, Európából, több országból. Összesen 13 ország sportolói mérettették meg magukat a világbajnokságon. A szakmai vezető szerint az elkötelezettség és a szisztematikus építkezés a két pillér, amikre a csapat épített. Ennek köszönhetően szerepeltek sikeresen a világversenyen.